Nem mondom, hogy egy örömteli pillanat volt, nem mondom, hogy felragyogott a szemem, amikor nézőim közül többen is átvéve a Dreher PR osztályának feladatát, írták nekem, hogy kóstoljam meg okvetlenül az új Dreher barackot. Elmentem a bódba, és vettem egy Dreher barackot, és megállapítottam, hogy nem egészen értem, hogy megy a Drehernél ez a PR marketing, nem tudom, sose tudom, hogy melyik hova tartozik, hogy már megint egy új Dreher design. Tehát a Dreher Goldnak szerintem jól nézett ki, volt egyfajta jellegzetes zöld árnyalat, aztán volt egyfajta tipográfia, illetve erre rá is szoktak most erre a kicsit ilyen gótos Dreher feliratra, de a többi az össze-vissza változik, és most megjelent ez a furcsa, rosszabb tudja mi. Tehát most van ez a fajta dizájn, tök más dizájnja van a Dreher baknak, meg az egyebeknek. Szóval, oké, egy barack színű, ez a Dreher barack, és azt megmondják, hogy kétféle komló, de azt nem mondják meg, hogy milyen komló, és azt sem mondják meg, hogy milyen barack, ami szerintem egy kicsit problémásabb, hogy akkor őszi barack vagy sárga barack. Egyébként azt lehet tudni, hogy a keserűsége az IBU 16, és 4% az alkohol, ami szerintem jó egy ilyennél, bár most voltunk Ausztriában és Szlovéniában, és hazafelé Szlovéniában az ebédhez megláttam, hogy van az étlapon, össze is futott a számban a nyál, Union Radler, és azt ittam, grapefruitos, 2%-os, tökéletes, annyira innék ilyen normális, sörjellegű, kesernyés, de ugyanakkor gyümölcsös. Radler, több radler kéne, több jó radler kéne a piacra, majd meglátjuk, hogy ez milyen. Összetevők, világos sör, víz, árpa, maláta, komlókő, víz, cukor, barack ízű ital. Milyen barack ízű ital? Megfeltalálták az általános barack íz, citromsav, színezék, aroma, 0,1% gyümölcslé barack sűrítményből, de milyen barack? Hát meg biztos érezzük. Opálosság és üledékképződés a gyümölcslé jellegből akad, nyilván nem a mérhetetlen paulaneres búzasör hangulatból. Ára egyébként 409 forint volt. Manapság nem sok, nem kevés, civilizáltabb sör van 400 forint alatt, tehát már az ilyen alap kukoricamentes sörök is olyan 400 forint körül vannak, tehát ezek a Dreher Gold és őszi barack kivonat 1%, szóval ez ráadásul ugye nem együtt erjed a sörrel, egyszerűen összeöntenek egy nem tudom milyen sört, egy kis barackrével, megcukrozzák, és lesz belőle egy alapvetően nem annyira sör, inkább olyan barackos iced tea színű dolog, habbal. És jó, barack, őszi barack illata van, szép a hab. Bátor a korty. Pár dolgot nem érzek, a sört és az alkoholt például. Ez egy szénsavas, ilyen műbarackos iced tea. Ja, az se derül ki, hogy az alsó vagy felső erjesztési sör, de hát gondolom, hogy láger, és amennyiben ez láger, amikor fejlődtek egy kicsit, mert nem biztos, hogy láger, de én csak úgy gondolom, hogy láger. Komló, kétféle komló, gyerekek.
nagyon pici keserűséget vélek érezni a végén, de ez mintha ilyen citromsavas, kalmapirines, kellemetlen tapadó keserűség lenne, kevés, de van, és nem kéne, hogy legyen, és nem így. Minél többet csettintek, annál kalmapirinesebb ez a keserűség. Szóval érdekes, hogy a Dreyernél van egy-két teljesen oké sör, tehát a Dreyer Gold is tök jó, és például a hoplágerek közül, amit az egyiket úgy hívják, hogy Dreyer hidegkomlós, az teljesen iható, és van a Dreyer bitterlager, az meg egy köpedelem. Szóval érdekes, hogy mintha nem ugyanonnan származnának, és van az a Szilaj megy is szörnyű volt, ott annyira nem illett a lágernek a varacskosságához a gyümölcs, hogy ez elmondhatatlan. Ez meg egy 4%... Hát, megnézném a tárgyi bizonyítékot arra, hogy ebben tényleg van-e 4% alkohol, mert szerintem nincs. Nem belőtrázóan szar, csak egyszerűen nincs értelme megvenni egy... Talán egy, a Paulaners vagy német Radler szerintem már 1-200 forinttal drágábban talán, ha van. Azokat érdemesebb, ugye a Gösszernek vannak borzalmas, ilyen pesgő tabletta ízű radlerei, azokat nem ajánlanám. Nem megy még ez nekünk itt Magyarországon, ez a Radler gyártás, bár ezt ugye nem is hívják Radlernek, ez Dreyer Barack és csá, és aláírta Dreyer Antal, de én lennék az utolsó, aki ezt bárkinek ajánlja.